Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Mai adásunkban elsőként Marton Zsolt Váci megyés püspök vasárnapi homíliáját hallgathatjuk meg, majd az Egyházmegye hitoktatási igazgatójával beszélgetünk a rendkívüli helyzetről. Műsorunk végén a kistarcsai internáló tábor áldozataira emlékezünk. Március 15-én Marton Zsolt Váci megyés püspök szentmise keretében imádságos fölajánlást végzett a Váci Székesegyházban, Isten segítségét kérve a Váci Egyházmegyéért, hazánkért és az egész világért, a COVID-19 koronavírus járvány mielőbbi megfékezése érdekében. A szentmise végén a megyés püspök kihirdette, a főpásztori rendelkezések a Váci Egyházmegyében a járvány terjedésének megakadályozására című tájékoztatóját, amely a Váci Egyházmegye honlapján is olvasható. A püspök atya mindenki részéről lelkiismeretes, felelősségteljes hozzáállást, türelmet kért ebben a nehéz időszakban. Hangsúlyozta, pont azoktól az emberi kifejezés módoktól kell tartózkodnunk, mint kézfogás, puszi, ölelés, érintés, amelyek a szeretet kifejezésének eszközei. Mégis be kell tartanunk ezeket az óvintézkedéseket a saját és mások egészségének védelme érdekében. Ez most a feladatunk. A hatóságok iránymutatásainak betartásával és imánkkal segítsük most egymást a kialakult helyzetben. Kedves testvérek, egy igen szép, hosszú elbeszélést hallottunk a mai evangéliumban. János evangélista műve különbözik a másik háromtól stílusában. Leginkább egy nagy lelki gyakorlathoz, egy nagyon mély elmérkedés sorozathoz lehetne hasonlítani, ahol vannak magasságok és mélységek egyszerre. A nagybőti időben húsvétra készülve fontos, mély témákat elmérkedünk át vasárnapról vasárnapra, és az egyik, ez a bizonyos beszélgetés a szikári asszonnyal, a szamariai asszonnyal, ott játszódik az esemény, igen gazdag mondanivalót tartalmaz. Fontos tudnunk, hogy a zsidó történelemben az egykori dávidi egységes zsidó ország két részre szakadt. A déli részt Júdának nevezték, az északit Izraelnek. És ez az északi királyság Izrael Krisztus előtt 722-ben elveszítette az önállóságát az asszír megszállás következtében, akik elhurcolták a vezető réteget, más pogány vezetőket ültettek a népnek a fejébe, és a lakosság keveredett. Valójában így aztán a szamaritánusokat az igaz hívő zsidók nem tekintették igazi nemzettársaiknak, fajtársaiknak, és igen, ők maguk is tulajdonképpen egy szakadár, vagy a még csúnyább szót mondok, eretnek közösséggé váltak, csak Mózes 5 könyvét fogadták el, sajátosan értelmezve az Ószövetségi Szentírást. Egy vallásos zsidó ember, ha dolga volt Galileában, és vissza akart térni Júdeába, vagy fordítva, nem ment át a szamaritánusoknak az ország részén, amely a két tartomány között középen helyezkedett el. Jézus azonban másképpen viselkedik. Vállalja ezt a kockázatot, hogy keresztül megy Szamarián,
a szamaritánusoknak a földjén, és ott áll meg egy kis pihenőre, ahol a hagyomány szerint József sírja található a közelben. És ez a bizonyos kút, Jákob kútja, ettől a sírtól nem messze található. Jézus itt találkozik ezzel az asszonnyal, aki vizet meríteni megy. Nagyon sok üzenete van ennek a mai evangéliumnak. Igazából én egyet szeretnék kiemelni, ami a központi szava ennek a mai résznek, a víz. Tudjuk, hogy a víz létfontosságú elem. Ha sokáig nem iszunk vizet, kiszáradunk. A víz az életünk része. A víz fontos a földeknek is, az életet jelenti. A víz a megtisztulást is jelenti fizikai szempontból is, de kifejezi ez a víz a lelki-szellemi megtisztulást is. A víz az élet szimbóluma már az Ószövetségben, és Jézus Krisztusnál a mai evangéliumból is kiderül, hogy maga a Szentlélek, az élő Isten lelke ezt jelenti. Híres zeneszerzőnk, zenekutatónk Kodály Zoltán és Bartók Béla annak idején elindultak a magyar népdal kincs hagyományát fölkutatni. Egy harmadik társuk volt még, Vikár Béla, és az volt az ő jelmondatuk önmaguk számára, csak tiszta forrásból merítünk. És így járták végig az akkori Magyarország minden vidékét. Csak tiszta forrásból. Mai világunk is picit hasonlít Szamariához. Sokféle hatás ér bennünket. Sokféle forrás buzog föl, és kínálja magát. Ezen a vasárnapon Jézus megkérdezi tőlünk, hogy milyen forrásból merítkezünk. Ami életünknek mi a forrása? Mi a tápláléka? Tiszta, élő forrásból fakad, vagy másból? Tiszta forrás, amit Jézus ad az ő egyháza által nekünk. A Szentírás, Isten élő üzenete, az eukarisztia, az oltári szentség, amelynek ünneplésére jövünk össze, amelyet magunkhoz veszünk. És valójában mi eukarisztikus közösséget, hálaadó közösséget alkotunk. Megköszönjük az ő szeretetteljes jelenlétét közöttünk. És ez a hála mindig bennünk van a szívünkben. Élő forrás az imádság, a vele való személyes találkozás, amit bármikor meg tudunk tenni, bárhol vagyunk. Jézus erre hív bennünket. Már az Ószövetség népe is vágyott az élő vízre. Említettem a törvényt, de ennek mint egy előzetese a mai olvasmányban, a kivonulás könyvében, Mózes második könyvében található szép elbeszélés, hogy Mózes vizet fakaszt a sziklából. És az ószövetségi hagyomány szerint ez a szikla Isten jelenlétét szimbolizálja, ez a vizet adó elem, forrás kíséri a népet a pusztai vándorlás során. Szent Pál értelmezésében, a római levélben ez a szikla Krisztusnak az előképe. Krisztus az élő víz forrását akarja szimbolizálni. Isten velünk van, a Szent Háromság Isten, a mennyei Atya, aki küldte a fiát, és aki a Szent Lelke által él közöttünk és bennünk, mint élő víz. Velünk van, gondja van ránk. Minden körülmények között, egészségben, betegségben, az ő szeretetében lehetünk. Mindig bízzuk rá magunkat, ő a mi életünk igazi, tiszta forrása, amely elvezet bennünket az örökké valóságba. Amen.
Sok program és rendezvény maradt el a kormányzati intézkedéseket követően. A Váci Egyházmegyei Hitoktatók szakmai napjára szombaton került sor rendhagyó formában. A 200 fős rendezvényt két nap alatt kellett átszervezni úgy, hogy a jelentkezők megkapják a legfontosabb információkat. Végül az interneten került lebonyolításra a szakmai nap. Tornai Gábor hitoktatási igazgatót vasárnap délután kerestük meg, hogy az elkövetkező időszak terveiről kérdezzük. Ebben a helyzetben, amiben most kerültünk, ez egy teljesen váratlan, ám de cseppet sem párját ritkító körülmény. Az emberiség történetében nagyon sokszor volt rá példa, hogy hirtelen megváltoztak a körülmények. Ezért a jellemző emberi viselkedéseket azt elég jól lehet prognosztizálni. Egy ilyen krízis helyzetben sokan vannak, akik szerepelni akarnak, a saját fontosságukat akarják megmutatni, valamilyen egyéni érdek mentén próbálják terelni a szálakat, amiknek senki sem tudja, hogy ki fogja a végét. Pedig hívőként azt kell mondjam, hogy semmi nem történik a világban, ami nevezethetne az örökatya üdvözítő tervének a megvalósulására. Ezért azt gondolom, hogy ha vezetőként döntéseket kell hoznom, akkor mindig ezt a kérdést teszem föl, hogy szörnyű, ami most van, tényleg tragédia. Mit kell megértenünk ebből? Mit akar nekünk tanítani az Atyaisten? A hitoktatás területén ezen a héten nagyon-nagyon súlyos dolgokat és döntéseket kellett kezelni. Az egyik ilyen volt, hogy hónapok óta készítettük elő a hitoktatók szakmai napját. Most szombaton lett volna, és ugye csütörtökön volt a bejelentés, hogy el kell maradni azoknak a rendezvényeknek, ahol 200 embernél többen vannak. Úgyhogy volt két napunk rá, hogy mindent átszervezzünk. Arra a döntésre jutottunk, hogy a főelőadást azt meg tudtuk osztani, tehát a főelőadásnak, amit Pécsi Rita tartott, a sors iróniája, hogy pont a digitális kommunikációnak a hatásairól, azt meg tudta nézni minden hitoktató. Azokat a szakmai kérdéseket, amiket a szakmai fórumon szoktunk megbeszélni, valamint az eukarisztikus kongresszussal kapcsolatos szervezési kérdéseket, ami szintén egy tematikus fórum lett volna, ezeket a előadóktól megkérdeztük a kérdéseket, amiket a kedves hitoktató kollégák föltettek, és a válaszokat egy prezentációba szerkesztve szintén megosztottuk a honlapunkon, úgyhogy a fő részét a konferenciának gyakorlatilag statikus internetes oldalakon meg tudtuk mutatni, tehát nem kellett semmiféle interakciót csinálnunk. Úgyhogy végül is a szakmai nap sikeresen lebonyolódott, mindenki el tudta érni a honlapunkon keresztül a főelőadást és a két szakmai fórumot, és délután 6-ig nyitva tartottunk egy digitális kérdőívet, ezt is online ki lehetett tölteni, amelyben a kedves katekéta kollégák vissza tudták jelezni, hogy ők megnézték, megértették, tehát kérdéseket tettünk fel, kvázi visszakérdeztünk arra, hogy valóban megnézték-e azokat a tartalmakat, amiket szerettünk volna a szakmai napon megosztani. És amikor ennek vége lett, illetve még amiközben futott ez a szombati nap, reggeltől estig telefonok, e-mailek, más egyházmegyéknek a hitoktatási felelőseivel is konzultáltam napközben többször is, hogy fogunk hétfőn hitoktatást tartani. Tehát mi lesz a hitoktatóknak a feladata, ez a távoktatás, ez a digitális módszer, ez hogy fog működni. Valójában úgy tűnik, hogy erre nem vagyunk felkészülve, és mégis, hogyha egy picit mélyebbre megyünk, és megnézzük azokat a lehetőségeket, amiket szerte a világon már kipróbáltak, akkor azt kell mondjuk, hogy vannak. Tehát nagyon sok virtuális tanterem megoldás van, különböző prezentációs hang- és képmegosztó motorok, lehet beszélgetni, meg lehet szólítani a gyerekeket az osztályba, hogyha egy ilyen virtuális tanteremben ülünk, de
azt is le kell szögeznünk, hogy se Szolnok megyében, se Nógrád megyében nem 100%-os az internet használat, és hát ott, ahol mondjuk egy családban 3-4 gyerek van, ott hogy fognak egyszer iskolába járni, ilyen virtuális iskolába járni. Tehát párhuzamosan kell gondolkodnunk az elektronikus megoldásokban, és mit csinálunk ott, ahol a gyerekeknek nincsen módja képernyő előtt megoldani a hitoktatással, vagy bármilyen órával kapcsolatos feladatokat. Hogyan tanítsanak a tanárok? Úgyhogy nagyon sok cikket és javaslatot vizsgáltunk meg. Végül arra jutottunk, hogy évekkel ezelőtt úgy lett felépítve a hitoktatási honlapunk, hogy abban van egy közös tudástár, mi ezt a hitoktatás dokumentumtárának nevezzük, és ebbe töltöttük föl az óralátogatások során megfigyelt legjobb gyakorlatokat. Tehát már rendelkezésünkre áll egy 7-800 fájlnyi anyag, hivatkozás, amivel tudunk dolgozni. Mégis úgy tűnik, hogy erre a rendkívüli helyzetre úgy valami többet, valami mást kell kitalálnunk. Ezért gondoltunk arra, hogy 10-esperes kerület van, és ugye 8 évfolyamon folyik az általános iskolákban az oktatás, ezért a 10-esperes kerületi koordinátor kollégámat megkértem évfolyamonként, hogy mindenki a legkiválóbb kollégáival először konzultáljon arról, hogy mi legyen a tananyag. És arra jutottunk végül, hogy minden héten egy ilyen svéd asztalt hozunk létre minden évfolyamnak. Tehát, hogy ezen a héten ezt fogjuk tanítani az elsősöknek, a másodikosoknak, a harmadikosoknak, és a dokumentumtárunkban ez fog szerepelni, hogy nagybőjt, harmadik hete, első osztály, és akkor ott van egy óravázlat, oktatási, nevelési, képzési céllal, használandó anyagokkal, használható filmbejátszásokkal, hangbejátszásokkal, tesztekkel, játékokkal, kifestőkkel. Tehát amit a kollégák jónak és hasznosnak látnak, és egyébként, hogyha nem lenne ez a rendkívüli helyzet, akkor is használnának az órákon, ezekből megpróbálunk összeállítani egy olyan kínálatot, amiből bármelyik hitoktatónk fölmegy, attól függően, hogy melyik iskolában milyen lehetősége van, ki tudja választani azokat a feladatokat, gyakorlatokat, azt a digitális óravezetési módszert, amivel azon a héten a gyerekeknek érdekes, kihívást jelentő, motiváló módon tudja átadni az éppen aktuális anyagot. Nem tudjuk, hogy mi fog történni, nyilván nagyon sokan gondolkodnak, ezt most első lépésként azért tartottuk nagyon fontosnak meglépni, mert akkor, amikor krízis van, akkor pont amivel kezdtem az elején, nagyon sokan szeretnének nagyon gyors és megoldásokat, és nem feltétlenül jó megoldásokat kapnánk. Tehát, hogyha nem adunk valamiféle útmutatást, akkor ki vagyunk téve annak, hogy káosz lesz. Ezt pedig nem szeretnénk. A nagybőjti időszakban nem szakadhatunk el, bármilyen körülmény is befolyásolhatna minket, attól, amiről a liturgikus év is szól. Tehát ilyenkor az elcsendesedésnek, a megtisztulásnak, a teremtettség tudatunk újra és újra belátásának az időszaka van, amikor egy picit jobban odafigyelünk saját magunkra, és megpróbáljuk elmélyíteni magunkban, felfogni azt a hallatlan szeretetet, amivel az Atya közelít felénk, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát is odaadta érte. Ugyanakkor éppen egy kollégának mondtam, amikor valamelyik intézkedéssel nem volt megelégedve, hogy ez is egy nagybőjti próba. Ugye Jézus engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Most ebben a helyzetben azt látjuk, hogy felelős vezetők minden bizonnyal nagyon átgondolt döntéseket hoznak, ami esetleg nem egyezik azzal, amit mi elképzelünk erről a helyzetről, és azzal tehetünk bizonyságot, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, hogy engedelmesek vagyunk. Úgyhogy ilyen szempontból is egyfajta próba. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ha most szervezetten, szeretettel a szívünkben, kreatívan, jókedvűen és Istenre figyelve fogunk hozzá ehhez az időszakhoz, akkor a végén ez egy nagyon gyümölcsöző történet lehet. Tehát olyan
órák fognak itt előállni, mert sokak tudása fog benne koncentrálódni, amiket jövőre is fogunk tudni használni, azután is fogunk tudni használni, sőt, megmerem kockáztatni, hogy esetleg más hitoktatóknak is, más egyházmegyik hitoktatóinak is tudunk majd olyan dolgokat mondani, amiknél egyértelműen látszik, hogy ebben a helyzetben is nem vagyunk magunkra hagyva. Jézus Krisztus ugyanaz 2000 éve megígérte nekünk a Szent Lelket, itt van velünk. Én hiszek benne, hogy ha valaki tiszta szívvel, imádságos lélekkel fog hozzá egy hittanórához, akkor nincsen egyedül hagyva. Teljesen mindegy, hogy mi zajlik körülötte a világban. Úgyhogy ezzel a szemlélettel, ezzel a gondolkodással fogtunk munkához, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy a végén úgy fogunk visszatekinteni erre az időszakra, mint egy ajándék, ahol újra és újra találkoztunk az Isten szeretetével, és azzal, hogy egymással testvérként együttműködve milyen nagyszerű dolgokat tud ebből kihozni az Atya. március 1-én Kistarcsán szentmisét mutatott be Marton Zsolt váci megyéspüspök az egykori internáló táborban szenvedőkért és az áldozatokért, a bűnök bocsánatáért és a sebek gyógyulásáért. Az internáló táborban egykor több katolikus pap is szenvedett, köztük Boldog Meszlényi Zoltán püspök, Regőci István és a még ma is élő Brusznyai József atya. A megemlékezésen és engesztelő imán részt vett Radnóti Zoltán főrabbi, Eszlényi Ákos evangélikus és Riskó János református lelkész is. Az eredeti ötlet ennek a mai napnak az nem az enyém volt. Ez egy képviselőtestületi ülésen hangzott el, ahol a plébános atyának mai vasárnapra azt javasolták, hogy tartsunk az irgalmasság órájában egy táborbejárást. Nem volt szó szentmiséről, nem volt szó egyebekről, és aztán szépen, ahogy elkezdtünk a gondolattal foglalkozni, körbejártuk, megtapogattuk, és akkor rájöttünk, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és eklektikus nap. Vagy nap lehet, amit ide tudunk szervezni, és akkor megkérdeztük magunktól, hogy kiket hívjunk ide erre az imádkozásra. Nem tehettük meg azt, hogy a testvéregyházainkat ne hívjuk meg, és természetesen a zsidó egyházat, mint az ős egyisten hívő egyházat ne invitáljuk, illetve ennek a tábornak a története az nagyon-nagyon messzire nyúlik, és hát természetesen itt azok az emberek, akik szenvedtek, azok mind mindenféle egyházból érkeztek, mindenféle vallást gyakoroltak, és ezek meghatározták ennek a tábornak az emlékét. Amikor ez a gondolat megszületett, akkor listáztuk ezt a lehetőséget, hogy kik legyenek, az természetesen református egyházközség van a városban, van evangélikus hívő közösség, máshonnan jár a lelkész ide, de természetesen ők is vendégeink, és aztán megkerestük a mazsihiszt, mint a zsidó képviseletet, és mindenkitől pozitív választ kaptunk. És aztán szépen lassan felépítettük ezt a napot, azt gondoltuk, hogy mi római katolikusok, mi szentmisével tudunk ünnepelni, így hát mi így kezdtük ezt a mai délután. És ez azért került erre a napra, mert az elmúlt héten volt a kommunizmus áldozatainak az emléknapja, jövő héten pedig Meszlényi Zoltán emléknapja lesz. A kettő között van ez a vasárnap. Mi családilag is úgy emlékezünk rá, hogy apusom itt volt a börtönben fogoly, illetve a táborban fogoly 1956 után. Tulajdonképpen nem követett el semmit. Egyszerűen azért, mert jegyző volt a Horthy világban, 56 után egy beszédéért elvitték, és családjának ezzel teljesen tönkretették az életét. Igaz, hogy kiszabadult, de az a seb, ami akkor keletkezett, az nem múlt el. Mi családilag is emlékezünk rá. Említettem, hogy az
előző lelkészünknek a fia elmondta, hogy hallották, amikor a vagonokból sikoltoztak, kiabáltak az emberek. Itt álltak a hévsíneken éjszaka a vagonok, és sikoltoztak, kiabáltak a bent lévő emberek, és ez volt a fájdalmuk, hogy nem tudtak segíteni. Amikor ide kerültem Kistalcsára, rákérdeztem az akkori polgármester úrtól, hogy a mai világban hogyan élnek azok, akik itt voltak például fegyőrök, itt voltak a táborban katonák, és azokkal vajon mi történt, tudnak-e róla? És azt mondták, hogy nem élnek itt Kistalcsán, ők ide jártak dolgozni, és semmi kapcsolatuk nem volt a település lakóival. Ennek ellenére én tudok arról, hogy bizonyos emberek például ávós tisztek voltak, és a szívükben hordozták ezt a nyomorúságukat, nem tudtak tőlem megszabadulni. Pedig a Biblia azt mondja, hogy ha valaki megvallja a bűneit, és bocsánatot kér Istentől és az emberektől, akkor Isten megbocsátja ezeket a bűnöket, és nem kell ennek a bűnnek a tudatával élnie az egész életében. Az érintettség mindenképpen fontos, ezért vagyunk itt. Azt tudjuk megélni, hogy mindegy, hogy ki milyen felekezetű, aki itt volt annak idején az internáló táborban, ugyanahhoz az Úristenhez kiáltott. És voltak itt evangélikus lelkipásztorok is ebben az intézményben. Azt nem tudjuk pontosan, hogy hányan voltak. Az evangélikus egyházunkban van egy tényfeltáró, múltfeltáró bizottság, aki ezzel foglalkozik, többek között a múlt rendezésével, megítélésével, feltárásával, és azt sikerült nekik kitudakolniuk, hogy voltak éppen ebben az intézményben, mint Kistarcsán, több evangélikus lelkész is volt, de nem vezettek le a nyilvántartást, hogy kik voltak evangélikusok. Mindenképpen érintettek is vagyunk, és ahogy elmondtam annak idején itt, pár perccel ezelőtt itt az imádságban és a gondolatokban készítettek egy könyvet. Ennek a könyvnek az a címe, hogy Nem voltam egyedül. Egy dupla kötetes könyvről van szó, és azok a lelkipásztorok beszéltek arról, hogy ők mit éltek át a kitelepítéseikkor, hogy tényleg nem voltak egyedül, még a halál árnyékának völgyében sem, márpedig ez az internáló tábor is annak számított. Az édesapám hortista katonatiszt volt. A horti hadseregben szolgált, századosi rangban. A második világháborúban részt vett. Végigharcolta a második világháborút, annak voltak következményei. Már akkor is, az 50-es években, már akkor is, hogy is mondjam, hát nem számkivetetnek könyveltek el, hanem osztályidegennek. Én akkor 1956-ban 12 éves kisfiú voltam, mikor én ezt megéltem, a forradalmat. Akkor édesapámat, a barátai jöttek, az orvos ügyvéd barátai jöttek hozzá, hogy te Pista, nagy baj van a faluba, a városba. Légy szíves, gyere, segíts, mert te mégis egy katonaviselt ember vagy. Gyere, állítsuk föl a nemzetőrséget, és akkor fölállították, és akkor édesapám lett a nemzetőrség parancsnoka. A dolgok úgy folytak aztán tovább, hogy 57-ben, a forradalom leverése után, 1957. február 20-a körül elvitték, és még ugyanabban az évben bíróság elé állították. Államellenes összeesküvés jog címén. Bíróság elé állították, az elsőfokú tárgyaláson 10 évet kapott. A másodfokon már csak 6-ot, és ebben az ítéletben benne volt először, megjárt a Kecskemét, majd itt Kistarcsán raboskodott majdnem egy évig, innen elvitték Vácra, és Vácról elvitték Márianosztrára. És Márianosztrán raboskodott tovább, és 1950. március 9-én halt meg a Márianosztrai börtönbe. Nem jól éltük meg. Nagyon keserű dologként tudom elkönyvelni, hogy végeredményben mit csinált, embereket védett, megvédte az ávósokat, meg minden. De hogy 30 év után engedték csak hazavinni, mert oda lett eltemetve, ez egy kicsit megviselt bennünket, gyerekekként.
Nincs mit hozzáfűzni. Megbocsátok embereknek. Keresztény ember vagyok. Nem tudok más csinálni. És azt megköszönöm édesapámnak, hogy amikor bennünket a családot hívták Nyugatra, akkor nem mentünk el, mert édesapám azt mondta, hogy ez a hazám. És ez belénk nevelte. És mi is úgy gondolkodunk, hogy ez a hazám. Ez a hazám. Itt születtem. Ez a hazám. Nincs hova menni. Nincs. Édesapámnak a barátja volt a Szalkai bácsi, akit a temetkezési vállalkozó volt az 50-es években, és úgy este eljött édesapámhoz, én kis gyerek voltam, és elmondta, hogy hogy került ide a táborba, meg hogy került Recskre. Ő itt lakott a táborral szembe, és megkínoztak itt egy papot, meghalt, és ő tisztességesen eltemette, koporsót csináltatott neki, és éjjel eltemette, megvan a sír a temetőbe, oda szoktunk menni, gertyát gyújtani, és egyszer kopogtak, Szalkai bácsi így mondta, hogy ültem, pici gyerek voltam, kopogtak hozzájuk, és elvitték, betuszkolták egy kocsiba, lekötötték a szemét, bekötötték, és azt mondta, hogy kilométereket hordták kocsival. És végül utólag tudta, meg itt volt Kistarcsán évekig. Itt volt egy darabig, és utána Recskre került. Tehát nem tudta, hogy itt van Kistarcsán, és szembe lakott a... És ez valaki a kistarcsai lakosok közül elmondták itt a táborba, hogy ő eltemette, és ő látta, hogy ez a pap ugye, mit szenvedett, és megkínozták, és úgy halt meg. Amikor ma a kistarcsai internáló tábor áldozataira és túlélőire emlékezünk, legyenek akár a II. Világháború végén a vészkorszakban a nyilasok által innét deportált zsidó testvéreink, vagy a háború után a kommunisták által idezárt úgynevezett deklasszált osztályon kívüli elemek, keresztény emberek, számos pap és szerzetes, közülük kiemelkedik boldog Mesztényi Zoltán Lajos esztergomi segédpüspök atya, és szabadjon egy picit személyeskednem, megemlítenem Horváth József egykori kistarcsai, majd szülőfalunak, Maglódnak a kanonok plébánosát és Szabó Sándor ecseri plébános atyát. De legyenek akár az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően ide összegyűjtött nemzetőrök és más letartóztatott emberek, nem szabad elfelednünk, hogy ezeknek a rémtetteknek a hátterében a gonosz lélek áll. Egykori lelki atyám mondta, a keresztény ember élete olyan, mint a boxolói. De úgy gondolom, minden tudatosan élő hívő ember élete is ilyen. Állandóan ringben vagyunk. Egyrészt ki kell védenünk a gonosz ütéseit, másrészt ki kell ütnünk őt. Javaslom szeretettel, határozzuk el a nagybőjben, hogy jobban odafigyelünk Jézus Krisztusra, jobban odafigyelünk a Teremtő Atyára, többet imádkozunk, megtagadunk magunktól valami kedveset, több jót teszünk. Szabadjon megemlítenem Olofszon Placid atyát, a híres bencés szerzetest, aki meglátta a gulágot, és ő mesélte, hogy abban a helyzetben, amikor sokan meghaltak, és depressziósak is lettek, megkeseredtek a reménytelennek látszó helyzetben, ő a társai számára öröm olimpiát rendezett. Vagyis az volt a feladat minden napra, hogy meg kellett találni az apró kis örömöket. És aki többet talált, este beszámolót tartottak, az lett a bajnok. Így élték túl a gulágot. Nekünk is ezeket az apró örömöket kell megtalálnunk.
szintén Laci atya mondotta, hogy a Szovjetuniónak vége van, de én élek. Azt kívánom mindnyájunknak, hogy őhozzá hasonló vidám lélekkel nézzünk szembe életünk próbatételeivel és kísértéseivel. Kérjük ehhez a szeretet Isten, a szerető Isten egységesítő lelkének, a szimbolosznak a segítségét a gonoszszal, a diabolosszal szemben. Így imádkozunk szeretteinkért, a szenvedőkért, az áldozatokért és a túlélőkért. Ebben az időszakban, most a nagybőjtben, Jézushoz hasonlóan bennünket is meg fog kísérteni a gonosz, de ha Jézussal kimerjük mondani, hogy távozz, vagy takarodj tőlem, sátán, akkor hozzánk is majd el fognak jönni az angyalok, és szolgálnak nekünk. Így legyen. Amen. Mennyire érinti meg az embereket? Szerintem nagy része az embereknek nem tud róla. Nem, azt biztosan nem tudja, hogy mi történt. A falak mögött csend volt, pincében nem voltak ablakok, és itt még egy hang sem jöhetett ki. Van jó néhány történetünk is, amiket megpróbálunk átforgatni leírt anyaggá, de igazándiból csak az emlékek, amik, vagy az elmondott emlékek, amik megvannak, vagy azoknak az embereknek az emlékei, akik nem itt laknak. Elkerültek innen, hazamentek, vagy meghaltak itt a szenvedések alatt. Tehát az ő emléküket próbáljuk megőrizni ezzel. Az önkormányzatnak van egy elszánt akarata arra, hogy a parancsnoki épületet, illetve a parancsnoki lakásépületétből emlékhelyet, nemzeti emlékhelyet építsen. Erre megvan a kormány támogatása, akarata is, illetve hát nagyon-nagyon sok ember minden irányból dolgozik azon, hogy ez megvalósuljon, hogy megszülessen ez az emlék, hogy ez az emlékhely. Olyan mély fájdalmak és emlékek kötik a tábor nevét, vagy Kistarcsa nevét az emberek gondolataiba, csak és kizárólag fájdalom, szenvedés, ezeket mi azt gondoljuk, hogy imával, szentelt vízzel, megszentelve tudunk gyógyítani. Tehát ezek a sebek, ezek mind lelki és mind testi sebek, ezek az egyetlen egy módja az, hogy mi imádkozunk és megszenteljük a helyet. És a körbe imádkozása a tábornak, vagy a tábor maradványainak mindenképpen gyógyítaná ezeket a sérüléseket. Magyarok voltunk, magyarok leszünk. Kedves nézőink, ezzel mai adásunk végéhez érkeztünk. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!